mint a tévejgő ár az elszakadt sövényt jelző karokat gátakat. Babits Jónás Imája című versének részletével emlékeztek az egybegyűltek a magyar irodalom kiemelkedő alakjára. A Babits nevét viselő intézmények vezetői róták le tiszteletüket az Emlékház udvarán lévő Farkas Pál által alkotott szobornál. Ódor János Gábor, a megemlékezést szervező Vosinszky Mon megyei múzeum igazgatója az évforduló kapcsán kettős érzéseit fogalmazta meg, abban a kérdésben kellő energiát fordít-e a város a Babits kultusz életben tartásáért. Megítélése szerint az intézmények rendezvényeikkel segítik ezt a folyamatot, de ebben jelentős tartalékok vannak még, melyek kiaknázatlanok voltak ez idáig. Ez belülről kell, hogy megérjen. Nem azért kell, hogy fontos legyen, mert hogy azt mondják mások, hogy fontos, hanem hogyha átérezzük, hogy igenis van egy olyan minőséget, kulturális minőséget teremtő alakja Szekszárnak, mint amilyen Babits Mihály volt, akkor ebből azért tudunk mi is erőt meríteni. Bár a költő szülőházának látogatottsága megüti az elvártat, mégis lehetne nagyobb kulturális és turisztikai attrakcióként kezelni, és ezzel közismertebbé tenni részben a várost, részben Babits Mihály életművét.